ültünk a rádió körül, és vártuk a híreket. Március óta megszoktuk így körülülni a rádiót. És közönyös arccal, de pattanásig feszült idegekkel várni valami csodára, ami egyszer majd kipattan a hangszóróból, és örömmel tölti be körülöttünk a szobát. Ott ültünk most is, és valami kemény szikla feszítette a mellkasunkat. Tudtuk, a döntés már megtörtént Bécsben. Tudtuk, hogy ismeretlen emberek egy percre kezükben forgatták sorsunkat. Imádkoztunk magunkban, bár csak lenne a lelkünknek olyan szuggesztív ereje, mely egy pillanatra befolyásolná az ismeretlen kezet, mely talán éppen most húzza a vonalat, mely számunkra életet jelent, vagy halált. Aztán megszólalt a rádió. Éreztük, nem! Tudtuk, hogy nagyot fog mondani. Egy pillanatra olyan volt, mintha meredek szikla tetején álltunk volna, mely alatt a fekete mélységben hömpölygött volna a semmi, és a szikla inogni kezdett. Nagyot mondott. A bécsi döntést mondta. Felugrottunk. Ott tolongtunk a térkép előtt. Kezünk reszketve markolta a ceruzát. Azt éreztük, hogy szétpattannak az idegeink. És egy női hang mondta az új határt. Kötegyán, Várad alatt, Gyalu alatt, Kolozsvár alatt, Kolozsnál északkeletre fordul, Szentgotthárd alatt, falunk nevére még a csönd is jéggé fagyott. S mondta tovább, Köbölkút, Bánd, Nyárátő, Balavásár. Már akkor jéggé és kővé fagyva álltunk. Még a könny is, mely elindult, rádermett a szemünkre. Ekkora örömöt, és ekkora fájdalmat. Mi álltunk kereken a térkép előtt, izzó könnyes szemmel. Csak néztük egymást, és nem szóltunk semmit. Aztán megfordultam, s az ablakhoz léptem. Úgy éreztem, rohannom kellene, rohannom a mezők közé, s rájuk kiáltani riadó szóval, hogy öltözzenek csupa virágba, mert újra magyar föld lettek. Aztán futni az erdőig, felverni a fákat, hogy énekeljenek a boldogságtól. De ugyanakkor meg kellett volna állni, szembefordulva a déli dombvonallal, levett kalappal, lehajtott fejjel. Nem lehetett mást csinálni, csak állni az ablakban mozdulatlanul. Nézni éjszakra, keletre, délre, átölelni egyetlen pillantással a testvérdombokat. Átölelni, és egymáshoz szorítani, hogy soha többé ne szakadjanak el egymástól. Milyen volt ez ön első találkozása Vas Alberttel, mikor történt? A főiskola után volt egy alkalom, egyszer csörgött a telefonom, és Koltai Gábor volt a vonal, ami már ugye nem vonal, hiszen a levegőben, a vonal másik végén, és az évről évre megrendezésre kerülő Szabadság napja Gödöllőn, ami megrendezésre kerül, a Szabadság napi megemlékezésre kért föl résztvevőnek, és tőle kaptam én először Vas Albert verseket és regény részleteket. És hát akkor annak igen nagy sikere volt, több ezer ember állott mindig azon a szabadtéren,
És mivel televízió is közvetíti, utána jó néhány alkalommal utcán gratuláltak, és elmondták, hogy milyen nagyszerű, hogy most már Vas Albertet is lehet látni, hallani televízióban. És noha nagyon jó volt mondani, tehát nagyon jól láttat a szöveg, nagyon-nagyon zsigerig hatol, tehát nagyon-nagyon könnyen a magunké lesz, akik ezzel foglalkozunk, akár csak olvasóként, pláne ha ezt tolmácsoljuk is. Tehát izgalmas volt maga az anyag, de ez megdöbbentett, hogy milyen sokan hozzák ezt a tudomásomra. És ez akkoriban volt, amikor nagyon sok televízió és rádióhír foglalkozott azzal, hogy az országban hány helyen nem engedélyeztek Vas Albert emlékhely létrehozását, szoborállítását, emléktábla avatását és így tovább. És volt ez a két élmény, hogy egyrészt valakik milyen irgalmatlan erővel próbálnak valakit megsemmisíteni, semmissé tenni az ő múltját, az ő valamikori munkáit, és mások pedig milyen erővel kötődnek hozzá. És hát ez természetesen fölkelti valakinek az érdeklődését, aki ilyen kapcsolatba is kerül vele, az emlékével, a munkáival. Rögtön ezután ugyancsak Koltai Gábor fölkért egy filmben való közreműködésre, ennek lett aztán címe az Adjátok vissza hegyeimet. Jó néhány napra, néhány hétre kivonultunk Erdélybe, és ott forgattunk, és az az élmény, ami ott ért engem, az teljesen magával ragadott. És amikor a film utómunkái folytak itthon, ez egyáltalán nem lanyhult. Igen, ám csak, hogy egyszer elkészült a film, és a film elkezdte az ő önálló életét élni, én meg úgy maradtam. És én nagyon szerettem volna azt az érzést, ami ott kint Erdélyben a forgatás közben megérintett, azt úgy többször fölidézni, azt úgy megint megtapasztalni, azt úgy megint megízlelni. És akkor kértem Gábort, hogy szerkesszen számomra egy előadói estet, mert nagyon sok, úgy éreztem, hogy ráadásul nagyon sok elmondani valóm lenne az embereknek. Mert láttam kint, hogy tényleg joguktól megfosztott és kisemmizett emberek mégis mennyire képesek figyelni a másik emberre, mennyire képesek örülni. Mennyire képessé teszik magukat, hogy örüljenek, ha örülnivalót találnak. És az örülnivaló az nem egy plazma tévé. Az örülnivaló az nem a legújabb X6-os BMW. Az örülnivaló az is, hogyha szomszédunkban születik egy gyerkőc. Örülnivaló az is, hogyha madarakat nézem, és a madarak jól érzik magukat. Örülnivaló az is, hogy tavasszal kipattannak a rügyek. Tehát azt láttam, hogy milyen csodálatos dolgokat tudnak magukénak az Erdélyben élők, és mennyire elzárkózunk mi itthon ezelől. Csak végiggurulok a körúton, és látom a villamos megállóban ácsorgó embereket, befelé fordulnak, dekadensek, búskomorak, nem tudnak örülni, már reggel mély barázdák vannak az arcon. És én el akarom nekik mondani, hogy ezt lehet másképp is. Na, ennyi minden kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az előadás. És ha már előadásnál tartunk, akkor egyértelmű volt, hogy másféle előadást csinálunk, mint egyébként hozzászokhattak ahhoz, hogy ha már irodalmi est, vagy ha előadói est. Semmiképpen nem szerettünk volna egy olyat, hogy valaki egy decens öltönyben kiáll, és mond verseket, vagy olvas föl regényrészleteket. Ez mindhárunkban, és ugye három ember együtt gondolkodásának az eredménye ez, mindhárman úgy
éreztük, hogy valami mást kell csinálni. Legyen ez korszerű, legyen ez mai, legyen ez a-szerű, ahogyan éljük az életünket, hogy egyszerre több felé is tudunk figyelni. Autót vezetünk, miközben figyelünk a rádióban hallható hírekre, vagy akár telefonálunk közben, természetesen nem kézből, hanem headsettel, vagy kihangosítva. És ezért jött létre az, hogy Tóth Zoltán kollégám és játszótársam összeállított egy filmmontást, Koltai Gábor filmjeiből kaptunk részleteket, és csodálatos zenéket is kiválogatott a versekhez, vagy akár személyekhez, ez is ennek különlegessége, érdekessége, hogy bizonyos zene az egy-egy személyhez kapcsolódik. A zene vezeti már a nézőt rá arra, hogy mi az, ami most következik. Tehát nagyon-nagyon sikerült létrehozni egy több síkon nagyon szépen működő és egymásra épülő előadást. Az eddigi, most már 103 előadásból azt látom, 103 találkozásból a nézőkkel azt látom, hogy érdemes volt ezzel ennyit bíbelődni. 9 hónapon keresztül hordtuk ki, ha úgy tetszik, ugyanis az ötlet kipattanásától az első előadásig 9 hónap telt el. Amikor ezen az esten Vas Albert gondolatait tolmácsolja a nézők felé, hol van az a pont, amikor Rékasi Károly, egyszerű magyar ember találkozik Vas Alberttel, megszületik-e ezen az előadáson, az ön lelkében? Az az élő előadás csodálatossága, hogy az mindig ott akkor születik meg. És értelemszerűen, mint ahogy mi is egy-egy pillanatunkban civil emberek, mások vagyunk, mert más hatás ért bennünket. Teszem azt, amíg ide utaztunk, vagy amíg ebédeltünk, vagy amikor a gyerkőcünk elmondta, hogy mi történt vele, vagy más és másféleképpen ülünk be a nézőtérre, más és másféleképpen állunk a nézők elé. Az érzékenységünk az sem mindig egyforma. Ez bennem billeg. Hol Rékasi Károly személyesen,
Hol pedig az a turista, akit igyekszünk megjeleníteni, aki bekerül ebbe az élettérbe, ami szándékunk szerint Vas Albert valamikori életterét, szobáját szándékszik bemutatni. Ezt én is mindig élvezem, mert rám is hat maga az előadás. Az egy külön plusz adalék, az egy külön plusz bónusz, hogy a nézők érzékenysége folytán, múltja folytán, élménye folytán mindig irgalmatlan erős figyelem árad a színpad felé, hát a játszóhely felé. És én ezekből akkumulálódom. Ez csodálatos ajándék. És hogyan hat a helyszelleme, hiszen most nem egy színpadon, hanem a Jóisten házában vagyunk? Ez mindig különleges. Nem először játszunk templomban. Egy szakrális hely az nem azért, mert egy oltár van a hátam mögött, nem azért, mert a padsorokban ülnek a nézők. Van valami plusz, ahogy másként lépünk be egy templomba, ahogy a sok-sok perc, évtized, ahogyan eltelik egy térben, az igenis ott létezik, az ott van, ez mással össze nem keverhető, ez egy különleges hely. Nem döntök úgy, amikor elindulunk egy ilyen előadás, hogy igen, ez most más lesz, mert egy templomban játszunk. De attól a pillanattól kezdve, ahogy elkezdjük Zolival építeni a díszletet, ahogy összerakjuk, tudom, hogy mind a ketten másképpen működünk, mert igen, és hat a hely, hat az aura, amit behoznak a nézők. És teljesen mindegy, hogy egy ilyen icipici kis templomban, vagy teszem azt a debreceni nagy templomban. És az sem több, nem erősebb, mint ez. Különleges, mással össze nem keverhető. A mai napon milyen aurát hoztak be ide a komlóskai emberek? Hogyan tudod belőlük töltődni? Ez nagyon személyesre sikerült, mert azt éreztem, hogy lehet, hogy csak azt akartam érezni, azt éreztem, hogy ez ilyen közvetlen. Itt lehet nagyon személyesen, beszélgetős lett. Igen, talán ez a legjobb. Ez a mai, ez egy beszélgetős lett. Ugyancsak én jártattam a számat, de mégis azt éreztem, hogy mi dialogizálunk egymással, a nézők meg én, mindegyik személyesen, személy szerint. Igen, több minden úgy hangszerelődött, ezeket én soha nem döntöm el, úgy alakul közben, hogy ott álltam, és úgy éreztem, hogy mi beszélgetünk. Ez nem egy szerep. Ez nem egy előadás. Ez a csodálatos egy versben különben. Ott gondolatok vannak, és elég sokat foglalkozunk vele, akkor az a gondolat, az nem a költői, az írói volt, az én gondolatom. Ezt a gondolatot én megosztom. Onnan mégsem szólnak vissza, de itt, meg itt, meg itt mégiscsak létrejön. Uram, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a helyeimet. Ne mondjátok, hogy keresek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresni való. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Cordillerában vagy a Sierra Nevada-n, mert a más helyei azok, nem az enyémek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a helyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet. És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók által földön futok a játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók között. Számomra nem igaztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a helyeimet. Nem mondjátok azt sem, hogy van, aki többet vesztett. Senki sem vesztett annyit, mint én. Nekem nem volt palotám, amit fölépíthetnétek valahol a föld másik oldalán. Nekem nem volt
tagjaitok visszafizethetnének, ha megszállna őket a jótékonyság láza. Állásom sem volt, hivatalom sem, ami helyett újat adhatnátok. Nekem semmi sem volt. Csak a hegyeim és egy asszony, amit szerettem. És ez a kettő együtt többet ért, mint a világ valamelyik palotája, vagyona és hivatalom. Senki sem vesztett ebben a játékban annyit, mint én. Adjátok vissza a helyeimet. Uram, én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagyok, és hatalmasok. Hogy a kisugyatok egyetlen mozdulatára milliók halnak, meg országok cserélnek gazdát, és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeiben. De mindezeket túl, én is szeretném azt is, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott. És hogy a szívetekben jó szándék szűri át még a kis ujjatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, ami játékaitok nyomán erre a világra rászabadult. És visszaadjátok a hegyeimet. Uram, elmondom nektek az életemet. A játékot, amit játszanom kellett, mert így írtátok meg számomra a szerepet. Nem egyik vagy másik közületek. Nem ez vagy az. Ennek a szerepnek a megírásában nincsen közöttetek bűnösek vagy bűntelenek. Mind együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért. Valamennyien, kik a világ dolgait intéztétek, határokon és drótsövényeket és világrészeket innen és túl. Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán. Adjátok vissza a hegyeimet! Ha Vas Albert nevét említjük, akkor rendkívül szélsőséges érzelmek mozdulnak meg az emberekben. Nincs középút. Vagy nagyon szeretik, vagy ahogy mondta, nagyon elutasítják. Amikor ön a film után, ami ugye önálló életre kelt, és most már önálló életre kelt ez az előadás, és úgy döntött, hogy megkomponálja ezt az előadást, és viszi-viszi sorba ilyen kis településekre is, mint Komlóska. Nem mondta soha senki, hogy na-na, talán nem kéne, talán visszafogottabban kéne ehhez a témához nyúlni, vagy egyáltalán nem kéne csinálni. Ez engem annyira nem érdekel. Annyira nem érdekel, hogy ki mit mond. Ennyi idős korára az embernek már kell, hogy legyen saját véleménye a világról. És ha nem mondom ki a saját véleményemet, akkor az megbüdösödik odabent. És kinek kell az? Egyrészt. Másrészt, én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy én ne azt csináljam, amiben én jól érzem magam. Tudja miért? Azért, mert van nekem otthon egy párom. Őt úgy hívják, hogy Détár Enikő. Egy nagyon-nagyon klassz ember. Hát azt nem tehetem meg, hogy én hazamegyek, és azt a nyomorúságot, amit napközben a nyakamba engedek zuhanni, hogy akkor azt vigyem haza. Igen, van otthon két gyerkőcöm, egyik ritkábban van otthon, hiszen már nagyocska, de a másik igen. Hát nem tehetem meg azt, hogy egy ilyen módon, hogy mindig az ő saját elképzelését mindig a másoké, mögé, alá helyező ember, az ő papája kerüljön haza. Hát akkor kicsoda? Egy rom kerül haza. Egy nyomorult ember kerül haza.
Hát hogy lehet az, hogy egy nyomorult embert vigyek én haza az én 10 éves fiamnak, akinek csillog a szeme, ragyog az arca, és csodálatos tervei vannak. Nem, az embernek vállalnia kell saját magát, és én pontosan tudom, hogy én mit akarok ezzel az előadással. És nagyon nem érdekel, hogy kinek mi a véleménye. Akinek más a véleménye, az ne nézze. Én eljutottam odáig, hogy tiszteletben tartom, igyekszem tiszteletben tartani mindenkinek a nézőpontját, mindenkinek az álláspontját, mindenkinek a véleményét, ha az egy általam elfogadható erkölcsiségen, tisztességen, becsületességen belül van. Milyen érdekes, hogy pont ugyanezt olvastam föl az egyik Vas Alberti levélben. Tessék elfogadni a másik embert. És én ezt is akarom mondani. Ezt is el akarom mondani. Tanuld meg elfogadni a másik embert olyannak, amilyen. Próbáld magad behelyezni az ő bőrébe, az ő gondolatiságába, az ő szándékai mögé. Próbáld elképzelni. Biztosan van oka annak, hogy ő úgy látja a világot. Én így látom a világot. Tessék ezt tőlem elfogadni. Vagy legalábbis tessék tiszteletben tartani. Én is elfogadok mindenkit. Üzenem az otthoni helyeket. A csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökké való. A víz szalad, a kő marad, a hű marad. Üzenem a Földnek, csak teremjen, ha sáska rágja is le a betűst, ha vakon túrja is a gyökeret. Üzenem a Földnek, csak teremjen. A világ fölött őrködik a rend, nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad. Üzenem az erdőnek. Ne féljen, hogy csatú is a baltás, mert erősebb a baltánál a fa, és a vérző csontból irradó tavaszra új erős arra, győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkososat egyik felfalta már, és a sújtó kéz is szent jóvátétellel. Hasznos anyaggá vált a föld alatt. A visszavar, a kő marad. A kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásai jönnek majd újra boldog évidők és kiássák a fundamentumot, és az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön 1000 új kőbíves keleme, ki nem hangval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szabad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjom leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak és megyünk, és veszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a pályás űz, és annak, akinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok. És imádkozzatok. Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Ligasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. És miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fias kémint vetett, azonképpen alatt.
Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Kedves Zitácska, csak meg akarom köszönni ezt a rendkívüli élvezetet, amit hangszalagjának hallgatásakor újra meg újra érzed adod a régi magadban, aki könnyen szemmel hallgatja a hangját. Nem is tudja, milyen bizsergést érzek, amikor a postás a levelét hozza, és látom rajta a feladót. Szelecki Zita. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy maga az ünnepelt színésznő az egyik legnagyobb idegenbe szabadt magyar hazafi, akinek mindannyian csak köszönettel tartozunk. Aranyos Zitácska. Hálás szeretettel köszönöm a levél vaksarétát. Elolvasása közben hol könyvszökött a szemembe, hol elvettem magam, hol pedig mindkettő egyszerre jött. Annyira ismerős volt a küzdelmének minden szakasza. A románok nyílt támadást is intéztek ellenem, és bevádoltak a szenátusnál, hogy háborús, bűnös, fasiszta, irredent, a revizionista panember vagyok. Négy helyről is figyelmeztettek már, hogy vigyázzak és ne utazzak sehova, mert el akarnak fogni és kicsempészni Romániába, vagy ha ez nem sikerül, egyszerűen eltesznek vállalatot. Ezt ígérik is sűrűn, mióta a Ceausescu rádió beszédében kinevezett a nagyromán kommunista állam első számú főellenségét. Megtisztelő cím, ami azonban felelősséggel is jár. Nincs jussom ahhoz, hogy másokat veszélyeztessen. Maradok tehát itthon, és aki itt a floridai hőserdőben akar eltenni lábalót, az megpróbálhatja. Itt a környezet az én oldalam. Zitácska, hogy bennünket akarnak elnémítani, kettőket, az kétségtelen. Ez azonban nem olyan könnyű ám, ugye? A Jóisten nagy szájjal áldott meg mindkettőket, és adott erőt is hozzá, hogy jártassunk szünet nélkül. Hát csak fel a fejjel, ki a mellel, és gyere. A végén mégiscsak győzni fog az igaz és jó ügy, mert ez a megtörténhetetlen Isten törvény. Kész csókkal, és miért éppen Vas Albert kedvesének, feleségeinek, Szelecki Zitának írt levelére építette fel ezt a mai estét? Elmondtam az előadás végén, és ezt mindig nagyon büszkén elmondom, mert ugye ha már találok két támogatót az én dolgomhoz, akkor az már egy elismerés, az már egy nagyszerű dolog. Tehát azért is mondtam el, hogy az enyém csak az ötlet volt. Hogy ezt a gondolati kört segítsen nekem Gábor tolmácsolni. Tehát teremtsen annak egy keretet, teremtsen annak egy teret, egy helyzetet. Gábor nagyszerű ötlete volt az, Koltai Gábor nagyszerű ötlete volt az, hogy szóljon ez az est azon keresztül, amit esetleg nagyon sokan nem ismernek. Még a Vas Alberti életművet ismerők sem biztos, hogy ezzel ennyire tisztában vannak. Ez is egy előrelépés, mert hiszen, ha valakinek azt mondom, hogy Vas Albert, akkor elkezd sorolni regény címeket, vagy vers címeket, és így tovább. De nem biztos, hogy a négy számára rendkívül fontos nő neve akár az ő eszébe jut. Tehát Gábornak ez volt egy csodálatos ötlete, hogy akkor mutassuk meg, ami nagyon fontos volt Vas Albert számára az ő életében, ez a négy nő, a nőkhöz való viszonya. És ezeken a viszonyokon keresztül aztán, ahogy megnyilvánult, ahogy kinyílt, jönnek aztán az ismert, vagy a kevésbé ismert versek is. De ezt egész biztos, hogy kevesen ismerik, hogy milyen szoros, erős szálak kötötték ezekhez az emberekhez őt. Volt egyszer egy ember, aki a házadóban oszlopot épített az ő isteneinek. De az oszlopot nem bárhányból faragta és nem kőből építette,
tudom, csak épült, erre épült. Mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És mikor az oszlop készen állt, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntött el össze. És jött a második szél, és azt sem döntött el össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntött el össze, hanem mindegyik szépen kikerült az oszlopot, amely hittel épült. Az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesültek, és azt mondták, varázsló. És egy napon berohantak az ő udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. De az ember nem szitkozódott, és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hitte a szívében, kezdett új oszlopot építeni az ő isteneinek. De az oszlopot most sem tart a márványból, sem nem építette külön, hanem megint sok-sok apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köttel kötötte össze. Melyik a legkedvesebb verse Vas Alberttől, amit akár majd a 10 éves csillogó szemű kisfiának is elmondana, is azon keresztül tudnám megtanítani vele azt, hogy Vas Albert mit is gondolt a világról, rólunk. Egyik alkalommal Zsebi, aki a keresztségben Zsigmond nevet kapta, de egyébként Zsebi, ami hozzánőtt, elkísért bennünket egy előadásra. És Tóth Zoli mellett ült a hangpultnál, és hozott magával egy notebookot is, mert hiszen ő nagyon-nagyon korunk gyermeke, tehát a számítástechnika az a minden A-tól Z-ig, az neki nagyon-nagyon bejön. És lement az előadás, és megkérdeztem tőle, hogy te pasi, mi az, ami te lekötött? Volt, ami érdekelt? Volt, ami... És mondta, hogy... De papa, az, tudod, mi tetszett legjobban? Az ember, aki homokból épített, az nagyon. És akkor utána beszélgettünk erről, és azt gondolom, hogy ha semmi mást nem, de ezt a gondolati kört sikerül átadni, hogy figyelj, ne nagy dolgokban gondolkozz, az apró picikben. Az apró piciket próbáld egymásra építeni. Nem baj, hogyha az le is omlik, de legyél álhatatos. Fogalmazd meg egy célt magadnak, a te célodat, ne a más célját, a saját magad célját. Éppen erről beszéltünk idefelé jövet, hogy azt kellene elérnünk, hogy tudjuk a saját életünket élni. Ne a más életét, amit más elvár tőlünk, a saját életünket. És ez miről szól? Volt egy ember, akinek volt egy célja, ez az ő célja volt. És azt sem tudta eltántorítani, hogy mások kinevetik. Van ilyen az életben? Szerintem van. Hogy lerombolják a célodat? Van ilyen az életben? Hogy a csodában ne lenne? De ha eléggé álhatatos vagy, és elég határozott a te célod, akkor azt igenis végig tudod vinni. És mit jön ahhoz bárki is, hogy egy kicsikét belerondít? Mit jön ahhoz bárki, hogy belecsúfol, vagy véleményezi? Nem az a fontos. Szóval, visszatérve, én ezt nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon-nagyon szerethetőnek tartom, és milyen csodálatos, hogy a 10 éves kis embernek éppen ez ütött szöget a fejébe. Szóval, ha úgy tetszik, akkor ez az egyik kedvencem. Aztán, amikor mást olvasok, akkor meg más. A mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet. Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté. Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót
szépen és hasznosan tud cselekedni a magyar közösségért. Hálásan köszönjük művész úrnak segítségének, hogy eljöttek, velünk voltak, és egy kicsit azt gondolom, hogy mindannyiunk szívét közelebb vitték ahhoz a titokhoz, ami azt jelenti magyarnak lenni. Hálásan köszönjük. Változatlanul úgy gondolom, és ebben a pillanatban meg teljes szívemmel érzem, most én kaptam. Ez minden előadáson, hiszen előtte beszéltünk, hogy ez egy közös szülemény, egy közös élmény. A nézők általában azt gondolják, hogy ők részesültek valamilyen élménynek. Bocsánat, ezt a ragasztót szedegettem még valahol. A nézők részesülnek valamilyen élményben. Ki ilyenben, ki olyan van. Higgyék el, hogy önök egy valakitől kapnak valamit, én viszont most sokkal többet kaptam, hiszen mindannyian a felém áradó figyelmükkel megajándékoztak engem. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tehát én nagyon-nagyon sokkal gazdagodtam itt ma délután, és ezt külön köszönöm. Én ezzel rengeteget magamba szívtam. Köszönöm szépen, hogy itt lett. Yeah.